2020. október 22-én újra magasba kúszott a magyar zászló az ottawai városházánál. Vas Szalazár Mária nagykövet után beszédet mondott Jim Watson, ottawai polgármester is. Az 1956-os forradalom megünneplése már hagyomány városunkban. Korlátozott számban jelen voltak a helyi magyarság és a diplomáciai testületek képviselői is. A járvány miatt forradalmunk megünneplését nem tarthattuk meg a Magyar Házban, de készítettünk egy videó összeállítást, amit a Magyar Ház honlapján tettünk közzé október 23-án. Műsorunkban részt vettek képgalériánkon szereplő honfitársaink, köszönet munkájukért. Külön köszönet dr. Vas Szalazár nagykövetnek hozzájárulásáért. Tisztelt honfitársaim! Tisztelt kanadai magyarok! Magyarország kanadai nagyköveteként megtiszteltetés a számomra, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján köszönthetem a forradalom hősei előtt fejet hajtó emlékezőket. Október 23-a a magyarság történelmének kiemelkedő fontosságú napja. Nemzeti ünnepi megemlékezésünk minden év jeles eseménye. Idén a koronavírus járvány megakadályoz bennünket abban, hogy személyes részvétellel tartott ünnepségen együtt tisztelegjünk az 56-os forradalom előtt. Nem múlhat el azonban október 23-a anélkül, hogy megemlékeznénk a szabadságharcosokról és szellemi örökségükről, valamint arról, a történelmi léptékkel mérve is kimagasló eseményről, amelyet az 1956-os forradalom jelentett. 64 évvel ezelőtt Magyarország évtizedes szovjet elnyomás alatt állt. Hazánk és honfitársaink mindennapjait a megfélemlítés, az önkény és a deportálások határozták meg. A kommunista barbárság nyomása alatt hitünket és kultúránkat taposták, azt a magyar kultúrát, amelyet 1000 év alatt teremtettek az egymást követő nemzedékek, és fundamentumát képezi nemzetünknek. 1956. október 23-án a magyar nemzet ismét megmutatta a világnak, hogy a szabadságot és az igazságot nem lehet végérvényesen elnyomni. A magyar emberek félelmet nem ismerő szabadságvágya utat tör, világosságot mutat, még a legreménytelenebb, legsötétebb időkben is. A november 4-én beáramló szovjet túlerő brutálisan folytotta vérbe a magyarok szabadságküzdelmét. A diktatúra ereje leverte a forradalmat, de a forradalom nem bukott el. A magyarok hősies küzdelme megroppantotta a kommunista diktatúra építményét, és bár évtizedeket kellett várni arra, hogy összeomoljon, 1956 nélkül nem lehetett volna 1989. 1956 nélkül nem állhatnánk ma itt, szabadon és büszkén. Tisztelt honfitársaim! 1956 üzenete 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében különös jelentőséggel bír. A magyarság egysége, összefogása, szellemi, kulturális és lelki közössége olyan értéket és erőt képvisel,
amely a történelem legsúlyosabb nehézségein is átsegít bennünket. Nincs az az elnyomó hatalom, nincs az a béke diktátum, amely a magyarságot megtörné. 1100 éves történelmünk, mély gyökerekkel bíró kulturális örökségünk és tankokkal sem leigázható szabadságvágyunk elválaszthatatlanul összeköt bennünket, a világ bármely pontján élünk is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 1956-os forradalom évfordulóján a magyar szabadságharcosok mellett köszönetet kell mondanunk Kanadának is. A forradalom leverése után a megtorlás elől külhonba kényszerült több tízezer honfitársunk befogadásával Kanada segített megőrizni a szabadság lángját, amely erőt adott az otthon maradottaknak is. Kanada és Magyarország rendszerváltás utáni viszonyrendszerét ez a nagyvonalú támogatás alapvetően határozta meg. A Kanadában letelepedett magyarok jelentős részt vállaltak Kanada fejlődésében, komoly elismerést kiváltva Kanada szerte. Az 56-os szabadságharcosok a legtöbbet és a legdrágábbat adták, amit egy ember a hazájáért áldozhat. Adták az életüket, adták a szabadságukat, vállalták a számüzetést. Kanada nagyvonalú segítsége enyhíteni tudta a hazától elszakadás fájdalmát, új otthon nyújtott honfitársainknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az évek múlásával egyre kevesebben vannak azok, akik részesei vagy tanúi voltak az 1956-os dicső napoknak. Sok veterántól, akikkel az elmúlt években még együtt emlékeztünk, el kellett búcsúznunk. Örök hálával és köszönettel tartozunk mindannyiuknak, akik az 1956-os forradalomban vállalt hősies tetteikkel a magyar nemzet megbecsülését erősítették. A mi feladatunk ennek az örökségnek a megőrzése és továbbadása a következő generációk számára. Dicsőség a bátraknak! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Drága magyarok, drága barátaink! A távközlési csatornáknak köszönhetően ez a kis felvétel az épület falain túl nagyon messze is elérhet olyan egyénekhez, akik nem ismernek engem, így hát engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Lapós Tibor vagyok, az ottai magyarház elnöke. Nagyon furcsa egy üres teremben szólalni meg és hallgatni a falak néma visszhangját. Az ottavai számomra igen kedves kis magyarházban vagyok, egymagamban. Nincsenek köhintések a gyülekezetben, nincs itt-ott felcsendülő gyermekkoncogás. Üresek a székek, a terem. Azért talán mégsem vagyunk teljesen magunkra. Gondolatban sokakkal lehetünk együtt, hiszen a vírusjárványnak köszönhető fizikai elszigeteltség ad elmélkedésre is éppen elég időt. Persze ezt a gondolatainkban szereplők nem feltétlenül érzik meg, nem tudhatják, de ők is gondolhatják. Az egész csupán találgatás, tűnődés. Viszont semmi sem tarthat vissza bennünket attól, hogy nemzeti ünnepeinken történelmünk hőseire és azok hagyatékára mindannyian egyszerre gondoljunk egy percre. Életük áldozata árán olyan ajándékot hagytak hátra maguk után, melyet csak csodálni lehet, és őrizni kell, mert nagyon drága. E gondolatban mindannyian együtt lehetünk, határok nélkül, ugyanazon időben összetarthat bennünket. Az 1848-as szabadságharc idei évfordulója óta egy olyan ellenséggel küzdünk, melyet szabad szemmel nem láthatunk, csak a testünkben érezzük meg jelenlétét, ha sikerül áttörnie szervezetünk védekező falát. Nem fogja sem szép szó, sem erőszak.
Bízhatunk abban, hogy az emberi tudomány előbb-utóbb csak felülkerekedik-e viadalban, de ahhoz még idő kell. Nekünk meg alkalmazkodnunk kell a körülményekhez, azaz fel kell vennünk egy új életformát. A vírus a fogságnak egy olyan fajtájával is fenyegeti az emberiséget, mellyel megküzdeni sokszor úgy érezzük közel lehetetlen. A fizikai és szellemi magányról van szó. Ezzel a tudomány nem fog megküzdeni helyettünk, csak mi saját magunk, egyénenként, külön-külön. Segíteni segíthetünk egymáson egy-egy barátságos, hívó, érdeklődő szóval, mozgóképpel. Így hát a házvezetősége nevében szeretnék üdvözölni minden ottavai október 23-át ünneplőt, az ottavaiak nevében pedig világszerte minden ünneplőt. Igen, ünneplőt, bármilyen furcsán is hangzik ez ma, hiszen attól, hogy a parányi ellenségóriás a gyakorlatban távol tart egymástól bennünket, még továbbra is léteznek évfordulók. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat arra, hogy jó erőt és egészséget kívánjak mindenkinek. De kivált kép a még köztünk élő 1956-os szabadságharcosoknak, családjaiknak, utódjaiknak. Nagyon büszkék lehetnek rájuk. Itt, Ottawában, az 56-os szabadságharc hősei előtt az idén november 1-én hajtunk fejet a Beechwoodi temetőben, az emlékműnél. Kérek mindenkit, tartson velünk! Akárcsak legutóbb Magyarország nagykövetei ezen évforduló előtti időszakban váltották fel egymást. Hadd üdvözöljem hát városunkban az Ottawában nemrég érkezett dr. Vas Szalazár Mária nagykövetasszonyt. Isten hozta közénk. Reméljük, a sok munka mellett kanadai tartózkodása kellemes élményekkel tölti majd el, úgy a diaszporában élő magyarsággal kapcsolatban, mint a magánéletében. Addig is, amíg újra viszont láthatjuk egymást, vigyázzunk embertársainkra, egymásra! Köntés Béla 2006-ban írta most következő versét, mely megdöbbentő leírása az álnok embertelen kommunista rendszernek. Képszerűen írja le az egyre növekvő forradalmi tömegeket, a hatalom barbár támadását a békés tüntetők ellen, a belső ellenség hitszegését, a nyugat bűnös közönyét és a magyarság cserbenhagyását. Hatásos költemény megzenésített változatban is létezik. Tévejgő, tisztelgő. In memoriam 1956. Tántorogtunk sírunk szélén, nyugat épült mások pénzén. Szája ígér, keze legyint, nyakunkon az orosz megint. Testvért mond, de szava átok, megtáncoltat, meglátjátok. Új tant hirdet, pedig hamis. Terjed így is, mint a pest is. Egy pár hitte, sokunk nyögte, legtöbbünk csak szótlan tűrte. Isten tudta, ember látta, nem volt náluk appelláta. Szorongat és térít balra, vasláncot ver lábra, nyakra, gondolkodni nem is szabad. Jelszó lovas mégis akad. Tilossá lett mást remélni, szabad jövőt, újat merni. Hamis hitben kellett érni, ideje volt kiseperni. Bátran szólni, gyülekezni, békjó nélkül elmélkedni. Főben járó bűnök ezek, s lecsapnak a gyilkos kezek. Bűnös az, ki hírét veszi, nem csak az, ki meg is teszi. Kémleli a fiú apját,
besúgja a lány az anyját, megbontanak minden fészket, megfertőznek jót és szépet, szakadatlan nőtt a terror, s vele nőtt a tömegnyomor. Egy volt hátra, robotolni, csak a más szekerét tolni. Egyszer aztán felhördülnek. Ilyen élet kell az ebnek! Ne lehessen reménykedni, szabad jövőt, újat merni, 10 év rémét elszenvedni, ideje már kiseperni. Költő, ha ír, ha bármit éltet, meghasonul, torzat hirdet. Írná azt, mi szíve vágya, húznák fel az első fára. Tiszta lelkünk így a diák, hamis eszmék bepiszkítják, paraszunkat szóvá tesszük, vasfogóval tépik nyelvünk. Munkás ébred, szemét nyitja, s most már látja, s ki is mondja, ki bizalma meglopója, s a hatalom bitorlója. Megindulnak. Ifjú öreg, Bem szobránál ez már tömeg, országháznál ünnepelnek, a rádiónál ölelkeznek. Falon belül riadalom, s tömegbe a karhatalom orvul gyáván belelövet. Hiába sok béke követ, de a nép már nem hátrál meg. Esküszik, csak akkor áll meg, ha a bűnre mind fény derül, s gaznyakára kötél kerül. Nyüsít vérebb, s kopót okol, jól sejtik, ez tüzes pokol. A csatornába patkányok, pusztuljatok cickányok! Orosz vatka nem tűrheti némán, tanítványa csődöt mondjon bénán. Ugrana, s folytaná már vérbe. Nyugat sunyit, ez nem megy a fejébe. Tankjait hát elindítja rögves. Katonái, egyből mindjárt 100 lesz. Az elején még hajlanak a szóra, de gátjainkat lövik porrá sorra. Kint az utcán kapuaj a menedék, de nyílt terepen nem marad más fedezék, mint puszta hited, mely fogait közt liheg, majd szikrát fog, és palackodon libeg. Lángba borít 1000 lelket, futó tűz lesz, s falat renget. Megértjük, hogy két fogalom, a lázongás, s a forradalom. Szabad világ jussát kérjük. Felszusszanunk, úgy tűnt győztünk, mire sztyeppék fattya torkon ragad, nem lesz itten semmi szabad. Száguldasz, mint veszett angyal, összeér a dél s a hajnal, már nem is gondolsz eszményre, szilánkjait gyömöszölnéd tölténybe. Hős az apa, ki harctüzében tankot lő ki nagy septében, nem lankadhat, szívos alkat, és a nyugat mélyen hallgat. Hős az anya, ki feketében férfit bíztat tűzszüntében. Kölyökkorú harcos nyugtat, s a nyugat tovább hallgat. Hős a legény, ki kamasz fejjel anyja mellől sökik éjjel. Lőszert hord, és ágyut mozgat, és a nyugat egyre hallgat. Hős a leány, ki diák fejjel, kötöz lappal, ápol éjjel, kínozzák, de le nem buktat, és a nyugat most is hallgat. Hős az a nép, ki becsületből tettével dönt, ki az éjből, kit szabad vágya egyre nógat, mert a nyugat most is hallgat. Vesztett. Tünk, mert sokan voltak, s belülről is elárultak. Azzal kellett kiegyezni, halni lesz jobb, vagy csak élni. Maradtunk még soká mi is, kitagadott bélyegzettek. A véren vett vívmányokkal addig mások dicsekedtek. Nem tudják, hogy néha most is verejtékben ébredek. S vannak még, kik most is kétlik, nehezek az októberek.
kicsiny hazám, láncot törve bátor csodát kétszer cselekedtél. Rab nemzetek reményének csillagfénye lettél. S nevezzenek azóta is hősnek vagy botornak, sose voltál, nem is lettél szégyene ekkornak. Az idő múltával az 56-os generáció sajnos már nagyrészt eltávozott közülünk. Az ottavai magyar közösség fennmaradásához elengedhetetlenül szükség van a fiatalokra. Ezért is örülünk, ha be tudjuk vonni őket a magyar közösség életébe, fontos nemzeti évfordulóink méltó megünneplésébe. Műsorunk következő részében a Prigli testvérpár Bartók népdal feldolgozásokat játszik zongorán. Tollas Tibor magyar katonatiszti családból származik, maga is honvédtiszt lett. A rákosi rendszerben koholt vádak alapján 9 év börtönre ítélték, 1956 nyarán rehabilitálták. Fontos szerepet játszott a külföldre szakadt magyarság összetartásában, a hazaiak informálásában. Élete végén hazaköltözött. Legismertebb verse a most következő Bebádugoztak minden ablakot, amelynek alapélménye a hírhet Váci börtönben töltött 9 év. A vers előtt Tollas Tibor rövid bevezetőjét láthatják. Ez a vers 1953-ban született, de ma is idő szerint. Mert a másik feladatunk azon kívül, hogy kapcsolatot tartsunk a szellemi Magyarországgal, az örök Magyarországgal, a másik kapcsolatunk, hogy mind az, amit ellene elkövettek, az példakép állítsuk a világnak, mert a világon is minden ablakot bebálogatnak, ha nem törődjük. És kitörődhet jobban vele, mint azok a tanúk, akik kimenekültek onnan. Most, mikor a gyermekeik végcsónak álltak Vác előtt a Dunán, elmondták, hogy ma is be vannak bálogatva ezek az ablakok, avval a különbséggel, hogy zöldre festették, hogy messziről zsannak lássék. Ajánljuk ezt a verset azoknak, akik ugyanebb bebálogatott ablakok mögött. Elsősorban bennünk bíznak, akik mi vagyunk a 8. törzs, és kijöttünk és szólunk az ő érdekükbe. Kecskési Tollas Tibor, bebádogoznak minden ablakot. Az életből csak ennyi fény maradt, csillagos ég, tenyérnyi napsugár.
Ezt vártuk nap-nap homályos falak üregéből, esténként délután. S elvették ezt is, a tenyérnyi napot, bebádogoztak minden ablakot. Tágult szemekkel kék tengerét látom Nápolynak, s fénylő partjai felett még vár a Vezúv. Pipál és a tájon barnára lesült boldog emberek. Látjátok, éjben élünk, mint vakok, bebádogoztak minden ablakot. Tizen fekszünk egy fullasztó szűk lyukba, a szánk kapkodja be a levegőt, mint partra vetett halak kopoltyúja tátogunk némán, s érzed, nincs erőt szívni az étel, s ürülék szagot. Bebádogoztak minden ablakot. Az alpeseknek fenyves illatából még csokrot küld a hűs nyugati szél, és lelket öblít fenn a tiszta távol, s mosolygó hegyek hószaga kísér. Itt tegnap társam tüdőbajt kapott. Bebádogoztak minden ablakot. Csendet hasít a sétahajó kürtje. A falon sikló leánykacagás nem visszhangzik már zengőn a fülünkbe, s az ezer sípú nyár nem orgonáz. Süket a cellánk, minden hang halott. Bebádogoztak minden ablakot. Túl Barcelona kertjein szitálva, egy barna asszony meleg hangja búg, és alkonyatba pendül a gitárja, hol táncolóktól tarka még az út. A fülünkbe folynak az olmos napok. Bebádogoztak minden ablakot. Tapintanánk a bársonyos egekbe, ujjunk hegyéből kiserken a vér, mint koporsóba be vagyunk szegezve, csak darót szúr, vagy poloska, ha ér. Simogatnánk a sugaras napot, s bebádogoztak minden ablakot. Londonban bál van, sima termén siklik a sok sejembe öltözött leány. Puha hajuknak hambassága izzik, lágy bútoroknak tükrös hajnalán. Nyugat táncoltán végképp eladott, s bebádogoznak minden ablakot. Nyelvünknek most a friss tavasz zamatja, most nyögve nyeljük nyírkos kortyait, az alvat bűznek, hol minden falatra émelygő gyomrot felfordulna itt. De lenyeljük-e végső falatot, bebádogoznak minden ablakot. Az éjség marta testünket telt álom lakatja jól, és ínyenc ételek ízét kínálja Párizs. Szinte látom, hogy kúszik el a neonfény felett a néma rém, s nem lesz több hajnalod. Bebádogoznak minden ablakot. A rádiók csak üvöltsék rekedten a szabadságot, s az emberek jogát, itt érzi csak befalazott testem a milliókkal Moszkva ostorát. Sváctól Pekingig zúgják a rabok, ha nem vigyáztok, az egész világon bebádogoznak minden ablakot. ...1988-ban Tollas Tibor Ottawában tartott előadást, ahol megismerkedtünk és két verses kötetet kaptunk tőle. Ezekből az évek során három versét zenésítettem meg. A Testamentum című költeménye nagyon meghatott, mert úgy gondolom, hogy az öregkor beköszöntével szinte minden magyar emigránst megérint az elvesztett szülőföld utáni vágyakozás. Hallgassák meg most ezt a darabot az ottawai magyar kórus előadásában. A felvétel 2013-ban a torontói Szent Erzsébet templomban készült.